Zsoltár sorozatunk egy újabb fejezetéhez, pontosabban forduló pontjához érkeztünk, hiszen az első 41 Zsoltár a Zsoltárok első könyvének a gyűjteménye. Mózes öt könyve mintájára a zsidó irodalomban megkülönböztetik és szakaszolják a Zsoltárokat is. Öt nem egészen egyenlő részre osztva a 150 Zsoltárból álló gyűjteményt. Mai Zsoltárainkkal, a 42. és a 43. Zsoltárral a Zsoltárok második könyvét kezdjük el. Lesznek különbségek, lesznek eltérések, lesznek jellegzetességek ebben a Zsoltár szakaszban, Zsoltár gyűjtemény szakaszban, de egy dologban nem lesz változás. Az Isten, a megváltó, a szerető, a gondoskodó, és az örömével, bánatával, kételjeivel és hálájával Istenhez forduló ember, aki imában, gondolkodásban, elmélkedésben fogalmazza meg a gondolatait. Ezek vagyunk mi, ezek a mi történeteink. Hallgassuk is meg a 42. 43. Zsoltárt egyben, hiszen ezek eredetileg egybefűzött, egybe tartozó Zsoltárok voltak. Amint a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy vágyik utánad a lelkem, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Éjjel és nappal könyhullatásom volt a kenyerem, mikor minden nap azt mondták nekem, hol van a te Istened. Amikor kiöntöm lelkemet, ezekről emlékezem. Milyen nagy csoportban vonultam az előtt, is? Milyen hangos újongással és hálaadással vezettem az ünneplő sokaságot Isten házáig. Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügget bennem a lelkem, azért megemlékezem rólad a Jordán földjéről és a Hermonról a Micár hegyéről. Örvény-örvényt hív elő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal kegyelmét küldte hozzám az Úr, éjjel éneke volt velem. Imádság életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek, kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom az ellenség háborgatása miatt olyan, mintha csontjaimat zúznák össze, amikor szorongatóim gyaláznak engem is, naponként azt mondják nekem, hol van a te Istened, miért csüggedsz el lelkem, és miért nyugtalankodsz bennem. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Szolgáltas igazságot nekem, Istenem, és képviseld ügyemet. Ez istentelen nemzetséggel szemben az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért vetettél hát el engem? Miért kell gyászban járnom az ellenség háborgatása miatt? Küld el világosságodat és igazságodat. Azok vezessenek engem, vigyenek el szent és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, újjongó örömem Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Istenem, én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az én szabadítomnak és Istenemnek. A Zsoltárok többek között azért hálás olvasmány, mert nem csak a szép irodalmi megfogó megformázás, de sokszor már maga a Zsoltárok szerkezete is lelki tanulságokat hordoz magában. A két szorosan összetartozó, eredetileg egyben megfogalmazott Zsoltár, a 42. és 43. Zsoltár a harca csüggedéssel címet is viselhetné. Olyan gondolatok vannak benne, amik arról szólnak, hogy akár múltról, akár jelenről, akár jövőről van szó, van okom elcsüggedni. Van okom elcsüggedni, Istenem. Talán azt is mondhatnánk, hogy egy olyan címmel is Titulálhatnánk ezt a Zsoltárt, hogy te melyik időben élsz? A múltban, a jelenben vagy a jövőben? Melyik időben menekülsz? Mitől félsz? Múlt, jelen, jövő. A Zsoltár egy jól látható hármas felosztásban került megszerkesztésre. Az első négy vers után jön a refrén, miért csüggedsz el lelkem, miért nyugtalankodsz bennem, van egy középső, majdnem ugyanilyen hosszú szakasz, ugyanezzel a refrénnel, majd egy utolsó négy verses szakasz, ugyanezzel a refrénnel. Miért csüggedsz el lelkem? Még hálát adok az én Istenemnek, szabadítomnak. Azonban nagyon érdekes, hogy a Zsoltár közepe mégis kibővül egyetlen verssel. Nappal kegyelmét küldte hozzám az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság életem Istenéhez. A Zsoltár tengelyében a középső szakasz négy verse megfelezésre kerül, és egy rövid gondolat került itt beszúrásra. Isten elküldi az ő kegyelmét, az ő szeretetét. Éjjel és nappal körülvesz minket úgy, hogy énekben és imádságban erősíthetjük meg szívünket, és itt egy gyönyörű kifejezés jön életünk Istenében. Szükség is, szükségünk is van erre, hiszen a Zsoltár első szakasza egy olyan bezzeg a régi szép időkben szakasz. Nem tudom, hogy önök mennyire nosztalgikus lények, mennyire szoktak a múltba révedni, vagy régi albumokat nézelgetni, és azt mondani, hogy jaj, annak idején minden de szép volt, és de csodálatos volt. Amikor emlékszem rá, hogy milyen nagy csoportban vonultam azelőtt, milyen hangos újjongással és hálaadással írja a Zsoltár író, az Isten házáig, a legnagyobb izraeli ünnepekre gondol, amikor az ország minden részéből összegyűltek az emberek, ezekben a tömegekben, ezekben a baráti társaságokban, ezekben a hangulatos hálaadásokban, ünnepélyekben, mindig van valami lelket felemelő, ami arra a rövid időszakra elfeledteti az ember minden búját, baját. A régi megszürkült képeken csupa kedves pillanat tárul elénk, amihez képest a jelen kihívásai és gondjai, olyan legyőzhetetlennek tűnnek. Mint a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy vágyik utánad lelkem, Istenem. Istenem, a múlt régi képei és a jelen valósága annyira eltér egymástól. Amikor még jól ment, olyan közel voltál hozzám, úgy éreztem, hogy Isten mellettem van, de most csupa nehézség, csupa gond. Mit kezdjünk a múltal? A Zsoltáros válasza így hangzik a hatodik versben. Miért csüggedsz el, lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. A csüggedéssel akkor vívhatunk győztes csatát, harcot, hogyha a bízzál Istenben, és ez a jövőbe mutató bizalom, hogy még hálát adok neki az ő szabadításáért, megfogalmazódik a szívünkben. Beszélgessünk el a lelkünkkel. Miért csüggedsz el lelkem? Miért akarod feladni? Miért fáradsz bele? Miért engeded át magad a nyugtalanságnak? Adj hálát a múlt gyönyörű képeiért, és hidd el, hogy az az Isten, aki tudott ilyen örömöket adni, annak még hálát fogsz adni az ő szabadításáért a jövőben is. A Zsoltár középső része aztán a jelennel foglalkozik. Ilyen szempontból egészen egyszerű a felosztás, hiszen négy vers múlt, négy plusz egy vers jelen és négy vers jövő. A jelennel foglalkozó Zsoltár szerző szintén felrólja az Istennek, hogy ami azt illeti nem csak a múlthoz képest nehéz a jelen, de most is kibírni, gyászban járni, megélni azt, mint hogyha elfeledkeztél rólam. Amikor az emberek jönnek és mondják, hogy hol van a te Istened, mi értelme van annak, hogy hiszel, úgysem segít rajtad. Az embert elborító, érzések, érzelmek, azt mondja, örvényt, örvényt hív elő. hullámod átcsapott fölöttem. Az embert az adott pillanatban szinte a megfulladás, az elveszés érzésével töltik be. Amikor így csügged el a Zsoltáros, mégsem marad csöndben, hanem megy az Istenhez. Megy az Istenhez, hadd mondjam Istennek kőszálamnak, miért feledkeztél el rólam. Elmondja az összes gondját nem másnak panaszkodik Istenről, hanem Istennek panaszkodik önmagáról és az ő terheiről, legyenek azok körülmények vagy más emberek. Rábízza, kiönti a szívét, és a zsoltár középső igéje a 9. vers szerint Isten az így Istenre hagyatkozó ember számára éjjel-nappal reménységet, szeretetet és kegyelmet tud küldeni. A kulcs tehát ez. bízál Istenben. Miért nyugtalankodsz? Miért lázadozod? Miért csüggedsz? Bízzál Istenben. Mert meglátod, még hálát adok, adsz neki az ő, szab, az ő, szabadításáért. Még hálát adok neki az én szabadítomnak és Istenemnek. Olyan különleges ennek a Zsoltárnak a szóhasználata is. Hiszen a Zsoltárban összesen 12 -szer szerepel az Isten neve, az Elohim formában. Az az Isten, aki a szó, maga az Elohim, a nagyság, a természet felettiség, a mindenhatóság kifejezése. Ahogyan azt adja vissza, hogy nekem most erre az Istenre lenne szükségem, ezért mondják az emberek, hogy ha ő mindenható, természet feletti hatalmas Isten, akkor miért feledkezett el rólad, miért hagyott magára? Tizenkétszer szerepel ez a szó, és egyetlen egyszer a vers közepén, itt a kilencedik versben, ebben a kis beszúrásban, nappal kegyelmét küldte hozzám az Úr, éjjel éneke volt velem imádság életem Istenéhez. Itt szerepel ez a különleges Isten szó, a Jahve. Az a szó, amelyik nem a nagyságra, a természetfelettiségre, hanem a jelenlévő, Mindenkor mellettet közeledben lévő Istenre, a Vagyokra utal. Amikor az Isten nem mutatja meg a mindenhatóságát, a jelenléte, a közelsége akkor is megtapasztalható. Amikor az ember kiönti a szívét, és a bánatával, csüggedésével, a miért csüggedsz el lelkem, önmagát megszólító mondatával Istenhez fordul, Isten megerősíti, felbátorítja az embert. A refrén itt is ugyanaz a 12. versben. Bízál Istenben, mert még hálát adok neki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Majd jön a jövő, a bizonytalanság. Jön az a jövő, ami tele van igazságtalansággal. A Zsoltár rögtön panaszszal kezdi. Ami előttem áll, az rettenetes. Szolgáltass igazságot nekem, Istenem, képviseld képvisel ügyemet. Az emberi világ tele van álnoksággal és hamissággal, mondja a 43. zsoltár első verse, hiszen te vagy oltalmazó Istenem. Miért vetettél hátra engem? Miért kell gyázban járnom háborgatás, ellenség háborgatása miatt? Amikor az ember előre tekint, nem bízhat abban, hogy egy igazságos világ vár rá, hogy igaz ítélet hogy megfelelő képviselet és ügyvéd áll mindig a jobbján, aki megvédi őt a világban tapasztalható bajokkal és igazságtalanságokkal szemben. A jövő csupa bizonytalanság, de nem Istennel. Amikor ezt kéri a Zsoltáros, hogy képviseld ügyemet, szolgáltas igazságot, akkor az oltalmazó Isten szólítja meg azt az Istent, aki az igazi ítélet Istenem jelenések könyve hatodik fejezetében, amikor a mártírok, a hitükért szenvedő igazságtalansággal sújtott emberek Istenhez kiáltanak, hogy meddig, meddig nem szolgáltatsz még igazságot, akkor azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy pihenjetek még egy kevéssé, az új a feltámadás hajnaláig, de addig is egy fehér ruhát készítek mindannyiótoknak a gyászruha helyett, amit itt a Zsoltáros is említ, hogy miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt, Isten majd egyszer igaz ítéletet ad minden emberi életre, és minden emberi igazságtalanságra vonatkozóan. A Zsoltáros így folytatja, küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek, vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba. Istenem, vezess magadhoz, úgy szeretnék már találkozni veled. És hogyha megint csak előre lapozunk a jelenések könyvéhez ott a 21. fejezetben, szinte szó szerint rémel a 43. Zsoltár harmadik versére. Vigyenek el szent hegyedbe és hajlékaidra, világosságodat és igazságodat küld el. A János apostol az újjáteremtett föld, az új Jeruzsálem utcáin és jelképes terein járva látja az Isten minden beragyogó dicsőségét, a hegyen, ami jelen van, amire ott az a bizonyos új Jeruzsálem profétikus leírásban épül, az Isten jelenléte mindent megvilágosít. Hadd menjek be Isten oltárához, folytatja a Zsoltáros. Újjon görömöm Istenéhez, hadd dicsérjelek téged, Istenem, én Istenem. Hogy rímeljen erre is a jelenések könyve a hetedik fejezetben, a kilencedik verstől, ahol megszámlálhatatlan sokaság áll, a csillogó üvegtenger mellett, és dicsőítik az Istent, és hálát adnak az Istennel való találkozásért, az Isten igazságos ítéleteiért és jóságáért. Különleges ez a Zsoltár, hogy visszatükrözi jelenések könyve, és különleges az az egyszerűség, ahogy eljuthat eddig a végső győzelemig az ember. Hiszen mit is üzent nekünk a Zsoltár, mivel zárul, az utolsó vers, a 43. Zsoltár 5. verse. Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az én szabadítómnak és Istenemnek. Ez a mi elvehetetlen reménységünk, úgy legyen.